Jó estét kívánok mindenkinek! Lassan elkezdjük a közös beszélgetésünket. Azért beszélek több számban, mert nagyon számítok önökre. Megkérem szépen, hogyha lehet, írjanak. Köszöntsük egymást, tegyenek fel kérdést. Adjanak jelet arról, hogy nagyjából melyik gondolat, melyik elképzelés, mi az, ami különösebben érdekli, illetve mi az, amiben kell keressük együtt a további megoldásokat. Március 6-a van, és az elmúlt egy hetet értékeljük. Közben itt próbálom a másik telefonommal behozni, hogy lássam a kommenteket. Remélem össze fog jönni, a múltkor összejött. Remélem, hogy most is erre lesz lehetőség. De az a kérésem, hogy addig is írjanak, jelezzenek, illetve kommenteljék itt az elhangzottakat. Ma március 6-án a vírus tekintetében van néhány újdonság, amiről szeretnék önöknek beszélni. Hát az egyik, ugye a aktuális statisztika, amit mindig is el szoktuk mondani, tehát elmondok, hogy továbbra is tartva van az a növekedés az újabb fertőzések tekintetében, tehát 24 volt az elmúlt 24 órában, 6-on meggyógyultak, egy személy elhunyt sajnos, és nőtt fokozatosan a kórházainkban az ellátottaknak a száma. Tehát ilyen szempontból ez nem a jó hír kategória, de bízom benne, hogy túl tudunk lenni ezen is együtt erőfeszítéssel és odafigyeléssel. Ma ebben a pillanatban 177 személy van, aki otthoni elkülönítésben van, és a pozitív esetként lett nyilvánítva, de nincsenek különösebben problémái. Úgyhogy ez egy az, ami jó hír. Azon kívül 459-en vannak karanténban, ugye ezek azok a személyek, akik kontaktok vagy külföldön jöttek haza. 6357-re ment fel az elmúlt héten a pozitív eseteknek a száma, most már a kezdetektől a mai napig, és 282-re ment fel a haláleseteknek a száma. Sajnos ez elég sok. Tehát már növekedett az elmúlt napokhoz képest is, és olyan nap is volt az elmúlt héten, amikor 3 halálesetünk volt. Úgyhogy ez egy rossz fejlemény, és növekedtünk a fertőzöttségi ráta tekintetében, tehát 0,79 Hargita megye. Itt még mind próbálom elindítani a másik telefonon, hogy jöjjön be. Ezt már mondtam önöknek az előző alkalommal is, hogy a Facebook bizonyos változtatásokat végzett, és még azt gondolom, még minden még nincsen rendben, még minden nem került kialakításra, úgyhogy pont olyan könnyen hozzáférjünk, mint korábban. No, de az a kérdésem, hogy közben írjanak, tehát nagyon fontos minden visszajelzés. Én még itt közben próbálom, lássuk egy másik telefonon, hogy tudom behozni. Mennyire fogja megengedni. Na, bejött. Oké. Okay. Megvagyok. Nagyon fontos minden visszajelzés. Pillanat. Körülbelül egy 10 másodperc késés van általában az élő és a visszajátszás között. Most már csak azt kell elérjem, hogy jöjjenek a... Itt. Na, és megvan. Kerekes Edit, Péter Zoltán, Bogács Jenő és Szandi, Emma, Lukács Judit. Oké, maradjanak itt, és köszönöm szépen, hogy írogatnak, tehát kérem, hogy jelezzek, fel fog gyorsulni, akkor most már technika elindult. Ne essen le ez a telefon. Oké. Amilyen döntések születtek az elmúlt időszakban, az elmúlt napokban, Zima Katalint is köszöntöm,
Hollandiáról is fog beszélni mindjárt Fülöp Éva. Tehát a sürgősségi esetek Hargita megyei bizottsága, köszönöm Balázs Ferenc, 13. tehát 13-as számú döntése, 5-én volt a döntés, és igen, most már van piros településünk is, kettő. A két piros település, az egyik az Gyergyócsomafalva, és a másik az Csíkrákos, tehát mind a két település a tegnapi naptól március 19-ig piros településé lesz nyilvánítva. A sárga településeink száma is megnőtt, Csíkpárfalva és Salamás, itt március 12-ig lesz, tehát még egy hetet a besorolás, illetve újonnan besoroltak, akik az elkövetkező két hétben sárga település forgatókönyv szerint kell tevékenykedjenek, úgy kell élni ezeken a településeken, Székelykeresztúr, Galócás, Farkaslaka és Gyergyóvárhegy. Tehát azt jelenti, hogy a két piros és az hat sárgan kívül, tehát a többi az mind zöld, tehát ilyen szempontból továbbra is Hargita megye, gondolom az egyik legzöldebb megye. Molnár Margitot köszöntöm, Szabó Margitot, mindenkit. Maszkviselés, arról is fog beszélgetni Bódi Albert. Oké, ami sokakot érintés, az elmúlt napokban sokan megkerestek az iskoláknak az ügye. Itt a 12-ös megyei döntés alapján fog zajlani az oktatás megyében a jövő héten, és azt kell tudni, hogy március 8 és 14-ek között ugye a besorolások a településre az általában két hetesek, az iskolákra a besorolások az egy hetesek. A jogi személyeket mondom, 101-ben zöld, 24-ben sárga, 3-ban piros, és 2 intézményben online. Úgyhogy ilyen szempontból ez a helyzet, tehát lesz elég, tehát több iskola lesz, ahol, tehát 65 iskolában, óvodában lesz sárga forgatókönyv. Ugye az óvodákat, az egynyiet ez nem érinti, tehát ott megy tovább a sárga tekintetében minden. Ahol sárga van, az az 5., 6., 7. osztály, illetve hogyha középiskola van, akkor a 9, 10, 11, amelyik online-ba kerül. A pirosban az 1, 4 az, és az óvoda az megy tovább, tehát Csomafalván és Rákoson. Ellenben a 8. kívül a többi, tehát az 5, 6, 7 az online oktatásba kerül. Ugye ez most hozta meg a döntést az Országos Vészhelyzet Bizottság, hogy a kiérettségire, és tehát a 8-os és a 12-es diákok a piros településeken is folytatják a jelenléttel az oktatást, csak hogyha 6%, tehát 6% fölé megy a fertőzöttség, akkor kell megállni. Tölgyes, mivel nem soroltam fel, zöld. Csíkszerdában van tanítás, igen, pont Korod Attila polgármester úrral csütörtökön találkoztam és beszélgettünk, hogy ebb hogy csak a város benn maradt a zöld tankolyodikónak, mondom, a zöld zónában, 92 volt a döntés meghozatalában, tehát 0,92 volt Csíkszereda, tehát ebből lehet jövő héten sárga is, de megmaradhat zöld is, hogyha az újabb fertőzöttségek száma nem fog növekedni. Úgyhogy egyelőre Csíkszereda az zöld, és ezen kell dolgoznunk mindannyian, hogy maradjon zöld, hogy tudjanak a gyerekeink menni iskolába. Jó. Ezt elmondtam. Az országok tekintetében, tehát Németország továbbra is, az előbb kérdezték, tehát Németországból lehet jönni haza. Igen, Székelyudvarhely zöld. Tehát Sztojka Deborának mondom, lehet menni Székelyudvarhelyen, mert továbbra is zöld. Tehát a városaink a Székelykeresztút kivételével mind zöldek. Jó, annyi helyre kell figyeljek, de bízom benne, hogy az a kérésem, hogy írják be újra. Tehát, hogyha valamire nem válaszolok, ne sértődjenek, mert
négy helyre kell koncentráljak, és gyorsan mennek így az üzenetek, úgyhogy nincs arra lehetőségem, hogy visszapörgessen. Úgyhogy írják be újra, köszönöm szépen. Az ország tekintetében, ami egy jó hírt tudok mondani, Svájc lekerült a fertőzött, tehát a magas, a kockázat jelentő országok listájáról. Persze Svájc mellett lekerült Írország, Portugália, a többi az mind maradt, illetve ami felkerült, az Bulgária, tehát aki most akart menni esetleg oda nyaralni, vagy nem tudom, sízni, nem tudom most mit lehet ott csinálni, tehát ilyen szempontból Bulgária került fel. Aki lekerült, az ma estétől, ma este 21 órától, tehát ugye múltkor is előfordult Németország, hogy jöttek hamarabb haza és bekerültek karanténban, tehát ma szombaton 21 óra, 10 perc múlva lehet belépni, aki Svájcból jön Romániába, és akkor nem kerülnek karanténban, a többiek igen. Franciaország, Hollandia, többiek mind karantén kötelesek, tehát sajnos Marosvásárhelyt nem tudom, Kovács Attila, de majd megnézem és később válaszolok. Úgyhogy nyugodtan írjanak mindent. Oké, a karanténba kerülés itt kérdezi is Sebő Mónika, tehát hogyha felmennek a honlapomra, láthatják, ott van, le van fordítva a szabályzat, hogy hogyan tud akár egy tömbház lakásban együtt élni az a családdal, az az ember, aki hazajön. Megvannak a szabályok, nem szabad egyszerre étkezni, kell fertőtleníteni a mosdót, használat, hogyha közös a vizes blokk, akkor kell fertőtleníteni, kell szellőztetni, külön szobába kell legyen. Tehát nem kell teljesen elkülönülni, illetve aki ezt nem akarja vállalni, kérheti az ingyenes állami karantént. Magyarország továbbra is karanténköteles, tehát egyedül Németország, Svájc, ami látogatottabb, vagy a sokakot érdekel. És igen, itt még szeretném azt elmondani, meg szeretném köszönni a kollégáimnak, hogy rendszeresen az országokat összesítik. Azért elég megterhelő munka volt, és vagy 40 országot próbáltunk folyamatosan frissíteni, úgyhogy most le fogjuk szűkíteni ezt a 10 legérdekesebb európai országra, tehát mit tudom, Hollandia, Dánia, Svédország, Anglia, Németország, Franciaország, Magyarország, Ausztria, ezekre. És a honlapomon folyamatosan aznap bízom benne fognak kapni, illetve a megyei tanács honlapján is, hisz minden a megyei tanács honlapján is felkerül, onnat bárki nyugodtan átveheti, úgyhogy ilyen szempontból sok-sok aktuális információt fognak kapni. Csiki Lásznak azt mondani, a kamionosok továbbra is, tehát a 9-nél nagyobb, tehát a 2,5 tonnánál nagyobb teherszállítók, illetve a 9 személynél többet szállító személyszállítókra nem érvényesek, tehát mentettség van. És továbbra is áll az, hogyha valaki 72 órára jön egy negatív PCR-teszttel, akkor jöhet, illetve 24 óra, tehát úgymond átutazás kategória PCR-teszt nélkül is lehet jönni. Nagyon sokaknak a személyét, a vizsgát, az ilyen papírt, olyan papírt próbáljuk segíteni, sőt, mi több, nagyon sokaknak még abban is tudtunk segíteni, hogy Nagyváradon a RÁR-nál, tehát az autóellenőrzési hivatalnál tudjuk beprogramálni, hogy csak odáig jöjjenek, oldják meg, menjenek vissza az autóval. Tehát sok mindenben tudunk segíteni, csak az a kérésem, hogy írjanak. Jó, Ambrus Katalinnak válaszoltam, Magyarország. Magyarországról idefelé jövet, fel kell menni a közegészségügyi igazgatóság honlapjára, meg vannak az esetek, hogy halál, különös esemény, valamilyen okirat, stb. De erről volt egy videóm, kérem nézzék meg. Igen, Ausztria sajnos továbbra is a karantén köteles. Jó, az a kérésem, írjanak újra, tehát én körülbelül négy beírást látok, utána elmennek, mert hál' Istennek sokan írnak, és akkor még egyszer írják be, köszönöm szépen. Jó, ugye a belépéskor, akinek van PCR negatív tesztje, 10 napot ül karanténban, akinek nincs, az 14-et, és a 3 évnél kisebb, az karantén köteles a gyerek. Sajnos. Ez van. Az országokról beszéltem,
Igen, oltás. Az oltás tekintetében meg szeretném köszönni, hogy a felhívásaink, illetve a polgármesternek a munkáját, tehát én Lackó Albert elemér gyergyónemetei polgármesternek és Katona Mihály korondi polgármesternek, de többi polgármesternek is gratulálok, hogy példásan szervezték meg a részvételt, és nagy nehezen sikerül, lassan-lassan, de kezdünk lekerülni az oltási turizmus térképéről, és ilyen szempontból feliratkozottak száma az fokozatosan növekszik, és én bízom benne, láthatták önök, hogy most már ugye az oltási útlevélnek az ügye már nem a vicc kategória, hanem valószínű a realitások témaköre, úgyhogy lehet iratkozni. A héten is több polgármesterre egyeztettünk, a polgármester iratok is fognak segíteni, és március 15-ét mindenki iratkozhat. Béralkotások. Azt nem tudom, Kurkó Norbert fejtse ki, milyen béralkotásokról beszél, nem értettem meg. Jó, és tehát március 5-től mindenki iratkozhat, itt volt a videónk, láthatták, bemutattam, nézzék meg, hogy ott is a prioritások hogy vannak. Ez akkor volt, amikor sikerült, bemutassuk azt is, hogy sikerült megoldani a Csíkszerdei Oltási Központnak a fizetés gondjait. 24 ember maradt egy hónapra majdnem fizetés nélkül, mert mi azt szerettük volna együtt Korod Attila polgármesterrel és Targyöngyi igazgató asszonya, hogy lehető leghamarabb induljon be az oltási kampány a városban. És aki volt covidos, tehát Simó Vencelnek mondom, hogy el kell teljen, most nem tudom pontosan, de itt a kollégáimmal együtt be fogjuk írni, most nem tudom pontosan fejből, 3 vagy 6 hónap utána kérheti az oltást. Persze, aki átesett a covidon, ezt nem mondtam a fertőzésen, az jöhet karantén nélkül az országba, illetve azok is jöhetnek, akiknek be van adva a második oltás, és eltelt 10 nap. Jó, úgyhogy ez volt a héten. A héten még, ami Covid-del kapcsolatos, és tényleg, tehát nagyon-nagyon melbeütött engemet, és tényleg arra kérem önöket, hogy együtt imádkozzunk Bányai Gábor országgyűlési képviselőért, aki korábbi testvérmegyénknek volt az elnöke, Bács-Kiskun megyének, most országgyűlési képviselő, Halas és térségét képviseli, és sajnos nagyon súlyos állapotban van. Azt gondolom, hogy Hargita megyében ezrek vannak, akik sokat köszönhetnek neki, hisz akár az egészségügyi szűrőprogram, most csak beszélgethetünk legalább 10 Hargita megyei településről, ahol általában 1000-2000 ember esett át szűrőprogramon, de rengeteg, sok száz fiatal, vagy akár a nyikómenti árvizek, ugye sok száz fiatal kapott ösztöndíjat, vagy lehetőséget, táborokat, stb. A nyikómenti árvízkori segítségnyújtás is. Bármikor szükség volt Bányai Gábornak a segítségére, akkor itt volt velünk. Legutoljára láthattak együtt minket a Varsági sípálya avaton. Egy óriási beruházás került Székely Varságra, és tényleg kérek, aki ismerte, de aki nem ismerte, az is. Tehát egy nagyon jó ember van, most nagyon súlyos állapotban. Most egyet tudunk tenni, hogy rágondolunk, és ha lehet, kérem a segítséget egyet. Mindenki egy imád mondjon el Bányai Gáborért. És bízom benne, minden hamarabb újra, mosolygósan, jókedvel. Itt láthatjuk megint Székelyföldön, Hargita megyén. Fazekas Lórán, hosszú, de fogok válaszolni, mert nem látom most az üzenetnek a többi részét. Úgyhogy a vírusnak vannak áldozatai, bárki bármit mond, és oda kell figyeljünk. A másik, a héten több olyan szakmai szervezetnek az elindításáról is döntöttünk, illetve van folyamatban, ahol keresünk munkatársakat. Nekem az a kérésem, hogy azok, nem csak a fiatalok, középkorok, akár tapasztaltak, akik akár a csíki térségi gáz
vezetékes földgáztársulás, vagy akár az Alcsik tekintetében, vagy akár a városházához kell, hallották, Korod Attila a polgármesterület lehet jelentkezni a Csíki Metropoli Szövezet. Tehát van egy sor-sor olyan társulás és egy olyan intézményi, átszervezési folyamatban vagyunk, ahol keressük a jól képzett szakembereket, és higgyék el, hogy érdemes jelentkezni, úgyhogy ez volt még a héten. Ugyancsak a héten beszéltünk többször is, itt az online térben egyszer, de azon kívül gyűléseink voltak a kifizetési ügynökség támogatásairól, elindult az Ápia néven ismert támogatási rendszer. Nagyon fontos, hogy lehessen minél több pénzt lehozni. Pap Gabriának tudom mondani, hogy meg kell nézni minden országot, hogyha felmegy a honlapomra, ott majd fogja látni, hogy elég-e az, hogyha átesett és van róla igazolása, ezt beírjuk minden ország tekintetében. Tehát a borbolycsaba.ro vagy a korona.harkitamegye.ro. Jó, odafigyelünk a gyerekeinkre, a tehetséges fiataljainkra is. Csíkszentgyörgyön elindult a Code Kids program. Tényleg nagyon hiszük azt, hogy gyerekeinknek a műszaki ismeretek, illetve az alkalmazható természettudományok tekintetében legyenek tapasztalatai. Higgyék el, hogy ez a jövő. Ma már nem elég sokat bemagolni, ma már kell érteni, össze kell tudni rakni egy áramkört, kell tudni kezelni, ki kell tudni számolni egy dolognak a működését, és ebben a megyei könyvtárunk nem tudom, most egy mire kéri, hogy ez igaz. Tehát Magyarországról karanténköteles, hogyha jön valaki ide, ha csak nincs felmentés. Úgyhogy a fiatalok, a gyerekek tekintetében ajánljuk, hogy ezen gondolkozzanak. Én köszönöm Réti Zsófia polgármesternek és Gyulai Artúr könyvtárigazgatónak, hogy ezzel tudtunk dolgozni. Ugyancsak a héten, ahogy mondtam, a Metropolis Szövezet elindult Csíkban. Bízom benne, le tudunk hozni nagyon sok európai uniós pénzt. Hollandia karanténköteles. Nagyon fontosnak tartjuk a szakoktatást, a mobilitást, ugye az ingázás ügyét. Itt köszönöm továbbra is az autóbusztársaságoknak, a tulajdonosainak a megértését, közreműködését. Dolgozzunk rajta. Bízom benne, itt nagyon sokan kerestek, hogy miért nem megy fel az autóbusz a Mártonáronig, vagy a Tapolca utcáig a Csíki térségben. Hát higgyék, nagyon bonyolult, de köszönöm, mert innen indult el a dolog, önök jelezték, hisz korábban csak a buszállomásig volt jóváhagyva, és onnantól kezdve tovább mindenféle korlátozások. Úgyhogy együtt dolgoztunk a városon, és én bízom benne, hogy rövidesen, akár a hét jövő hét folyamán tudunk tanácshatározattal dönteni, hogy meghosszabbítjuk fel a csíkszerdai középiskolákig a busznak a nyomvonalát, de ez is az önök segítségének volt köszönhető, és ezért kérem, hogy írjanak, mindenkinek válaszolok. Ha kellemetlen, azoknak is válaszolok. Még azt szerettem elmondani, hogy azért utóbbi időben, most néha-néha még arra is fordítok figyelmet, hogy rámegyek ki az a személy, aki esetleg ír övön alul, és nagyon sok olyan embert látok, aki nem valós. Tehát valaki jár néven írogat, ezeket fogjuk jelenteni a Facebooknak is, és tényleg meg kéne szabaduljunk az így mondani, az ilyen piócáktól. De más mindenki, aki saját nevével ír, még ha negatív is, komolyan vesszük, és igyekszünk lépni. És igen, haladtunk tovább a héten a 100 fiatal keresésével, akiből már közel 80 megvan, akik szeretnének Európai Uniós pénzből hazatelepedni. Itt is nagyon sokan jelezték, hogy hát miért csak azokkal foglalkozunk, aki haza akar telepedni a külföldi mezőgazdasági munkáról. Ezt szeretném mondani, tévednek. Ha megnézik, ezelőtt két hónappal pont azokról beszélgettünk, akik itthon vannak, és azokat próbáltuk segíteni. Igazából a mi dolgunk az, és az én dolgom, ez nem megyei tanácsi hatáskör. Mutassanak még egy megyei tanácsot, amelyik azzal foglalkozik, hogy segíti, hogy a fiatalok Európai Uniós pénzt pályázzanak meg. Egyet mutassanak, ide írják be komment, egyet. Amelyik, tehát vidékfejlesztés szempontjából most nem azok, ami klasszikusok és minden nap van belőle 10, hanem például a vezőgazdaság tekintetében nem fognak találni. De mi felvállaltuk, és mikor mi van,
azt próbáljuk közvetíteni, és próbálunk segíteni, és próbálunk segíteni a cégbejegyzéstől egészen az indításig, a piacszerzésig. Úgyhogy május 4-ig lehet még pályázni, és kérjük, töltsék ki a kérdőívet, azt, amin keresztül tudunk segíteni, hogy kapják meg a megfelelő segítséget. És a héten meg szeretném köszönni Ronfeld Zsoltnak és Fancsali Kálmánnak, Csili Párpádnak, illetve Bece Istvánnak és Lőrinc Csilla hölgynek, aki Angliában van és onnan szeretne hazatelepedni, elmondta, hogy mit szeretne csinálni mezőgazdaság terén. Tehát érdekes volt ez a beszélgetés, nézzék meg, és még lesz a héten is ilyen beszélgetésünk, illetve szeretnénk segíteni minél több fiatalt, hogy jöjjenek haza, ha szeretnének. És a héten volt több beszélgetésünk a polgármestereinkkel, ugye itt a trágyatároló, ez egyik nagy kihívás az állattartásnál, de pont azt néztük, hogyha megnézik, hogy már 4 hektár pityóka, krumpi termesztéssel is ez a pénz lehívható, tehát ilyen szempontból nem kell kizárólag állattartásra berendezkedni, sok más témakörben lehet. Na most vagy megálltam Gál Kláránál, vagy még valamit írjanak, lássuk, hogy már úgy így jártam valamelyik nap is, hogy megállt az üzenetnek a bejövetele, de remélem, hogy ez nem így van. De írjanak, és fogok válaszolni. És Rákoson jó volt látni, hogy milyen lendülettel halad előre egy megfiatalodott helyi RMDS szervezet a héten, Csík Rákoson, gratulálok. Gyergyószé Miklóson jó volt egyeztetni Csergő Tibor polgármester úrral, és tényleg Gyergyószé Miklós és akár környékbeli fiatalok, vállalkozók szempontjából az inkubátorház elindítása, mert nem tudom, hogy milyen volt korábban a működés. Működik, jó. Látom Birtalan Editet, hogy írt. Köszönöm, jó estét önnek is. Írjanak, kérem, kérdezzenek, mert fogok válaszolni. És hegyi mentők együtt beszélgettünk, és bízom benne, hogy itt is lesznek lépések. No, a hét egy olyan... Köszönöm Csili Párpádnak, hogy betette a linket. A hét egyik érdekes eseménye volt a csütörtök este. Csütörtök este itt a 112 Coffee & Co. kávézón nyílt meg a Gál Sándor utcában, a konzulátussal szemben. És jó volt látni, hogy 7 fiatalnak állást teremtenek, fognak bővülni 10-re, és minőségi szolgáltatásokat. Kerekesedit fog beszólni önről is. Kicsit várjon még, kérem. Ha nem, akkor kérdezze. És jó volt látni, hogy milyen lendülettel, jókedvel egy új szint hoznak be ez a csapat. Akik egyesek azt mondták, hogy Marosvásárhelyek részben. A csapatnak a úgymond fele, vagy ahogy én láttam, az Csíki. Tehát ilyen szempontból ez sem igaz, hogy máshonnan jöttek volna ide. Ellenben ami meglepett, hogy ma kaptam üzenetet, hogy talán jó lenne, hogy nem csak egy kereskedelmi vendéglátó szolgáltató egységet mutassunk be, hanem többet is. Tehát én tényleg ezt szeretném mondani, itt meg lehet nézni minden héten általában 3-5 céget, műhelyt, bármilyen termelő egységet szoktunk bemutatni. Nekem nincsenek különösebben semmilyen elvárásaim. Bárki úgy érzi, hogy az ő tevékenységét, az ő kezdeményezését, az ő termékeit mutassuk be, nekem nem kerül semmibe. Higgyék el, így mondom a szívemre téve a kezemet, hogy csütörtök este még egy kávét sem fogyasztottam el, mert siettem egy másik megbeszélésre, csak én, mikor beléptem az ajtónak, azt láttam, hogy na, ez egy szép dolog. És akkor bemutattam. De várom önöket, hogyha bárkinek bármilyen ötlete, javaslata van, szívesen, és most pont arról beszélgettünk a kollégáimmal is a mai nap folyamán, mivel jött több visszajelzés a tekintetben, hogy lesz egy űrlap, töltsék ki, jelezzék, találj ki az ötletet, mert az az igazság, hogy önök itt, akik követnek minket, követnek engemet, olyan emberek, akik komoly emberek, akiknek a szavára lehet adni, és valószínűleg, hogy ezért is van egy olyan réteg, amelyikkel beszélgetve lehet, hogy akár a helyi termékeinket, a helyi szolgáltatásainkat is jobban lehetne értékesíteni, jobban lehetne értékbe helyezni, de ezen gondolkozzunk együtt. Csergő Máriának is jó estét! És igen, elindult ettől a héttől a hírlevelünk, mert a területrendezés szempontjából 4
témakörben, tehát ugye van a Kelemenhavas, itt már kiment a Kelemenhavas hegység fejlesztési terve, amiről sokat beszéltünk, illetve haladt tovább, beindult a Nagyhagymás hegység, és zajlanak a különböző tevékenységek, munkák a Csomád-Bálványos és a Hargit hegység tekintetében, és kérem, ezeket majd olvassák el a honlapunkon is, és menjünk előre. No, a hét politikai eseményei talán egyik legfontosabb a prefektusnak a témaköre, és visszaadta ugye a mandátumát csütörtöktől Jón Próka, volt már róla egy bejegyzésem, bízom benne, hogy hétfőn fogunk még találkozni is, akkor majd élőben is lehet feltenni kérdéseket, fogunk arról beszélgetni, mit sikerült az elmúlt egy év, két hónap és 16 napban elérni, és a maszkok tekintetében azt tudom mondani, hogy szerintem, ahogy az immunitás, az átoltás, ahogy mondják ilyen szép szóval, aránya kezd nőni, úgy lesz majd valószínűleg a maszk tekintetében is visszalépés. Máskor elmondom őszintén, a héten a középső lányomat ki kellett vegyük az iskolából, mert kiderült, hogy a maszk használat miatt ő negyedikes, komoly légzési problémái lettek, úgyhogy higgyék el, hogy én is egyetértek azzal, hogy a gyerekeknek legalább teljesen fölösleges ilyen szempontból, de nem fogadták el a kormányzati erők az a korábbi kormány tekintetében, hogyha lesz rá igény, újra beterjesztjük, ha van rá fogadókészség, és tényleg a maszk használat ügyében én azt gondolom, hogy szükséges felnőtteknek, és ahogy csökken majd a fertőzöttség, illetve nő az oltottság, akkor lehet majd elhagyni. Én is hordom. Minden, most már minden nadrág zsebemben, minden kabát zsebemben van egy maszk, és bízom benne, hogy habár nekem megvan a második oltásom is, de ettől függetlenül most ez a szabály, ez a szabály. Jó, na, Próka kollégának tekintetében tényleg én úgy érzem, hogy nagyon tudtunk dolgozni egy év, két hónap, 16 napot. Na de itt a ma este újdonsága, ami lehet, hogy vajon ki az új prefektus. Na, ezt kérném, hogy valaki írja meg, hogy ki kire tippel. Ki tudja, hogy ki lesz Hargita megye új prefektusa. Azt már tudjuk, ki a két alprefektus. Petre Sándor újra ki lett nevezve, az RMDS részéről, és Marius Cepelus a liberális párt részéről. Valaki tudja, ki lesz az új prefektus? Keresztúri barátaim azt mondták, hogy borba többet ne fogadjak, de szinte fel is tudnám ajánlani saját készítési boromat, ha valaki eltalálja, ki lesz az új prefektus. Na nem jött. Az én megérzésem az, hogy egy olyan név, akit kevésbé ismernek a megyében. Ez most nem RMDS információ, ez az én megérzéseim és az én információim, ami lehet, hogy téves. Ha, néhány napon ugye szerdán kell kinevezze a kormány az új Hargita megyei prefektust. Ha véletlenül nem az lesz, akkor szerdán ugye be fogom írni, hogy elnézést tévedtem, de gondolom ezért nem fogja senki lerakni a fejemet. Az én érzésem az, hogy a Hargita megye, és az, ahogy gondolom, az információm alapján Hargita megye új prefektusa Szabó Zsolt. Szabó Zsolt, Gyergyószentmiklósról, aki korábban Gyergyószentmiklósnak volt, Gyergyószentmiklóson volt a Plusz Uszerének a polgármester jelöltje. Igaz, hogy szavazatok tekintetében nem volt az a nagyon nagy átütő siker, de én már egy kicsit utána olvastam a ugye én úgy szoktam, mi úgy szoktuk mondani, hogy a Google a barátunk, keresőprogram keretében, és egy sor érdekes dolgot láttam Szabó Zsoltról, román szakos tanár, és meghívták Szegedi Tudományi Egyetemen tanítani két évre, és ahogy láttam, még most télen is tartott érettségi felkészítőket románból, tehát részt vesz a civil életben Gyergyószentmiklóson, és a Batthyány
szakközépiskolának a tanára, úgyhogy kicsi Luki, már elmondtam. Úgyhogy ez az én érzésem, hogy Szabó Zsolt lesz a Hargita megye új prefektusa, meglássuk, hogy milyen. Úgy értettem, hogy vegyes családból született, és ahogy olvastam az interneten, a diákjai dicsérték. Tehát részemről a kéz, az ki van nyújtva. Hát, ha lehet folytatni azt, amit Jon Prókával elkezdtünk. Ha nem lehet, akkor nem lehet, tehát nem lesz a világ vége. Mert még volt olyan időszak, de mindenféleképpen az RMDS szempontjából a legfontosabb dolog az, hogy tényleg Petr Sándor erősen vigye a közösségi dolgainkat, és lássuk az új csapatban, hisz most már a prefektúra ilyen négy fejűvé fog válni, eddig két fejű volt. Az 500 lejes pályázatok ügyében, ezt már többször elmondtam, hogy adós a kormány, és nincs, amit erre én most válaszoljak. Tehát az 500 lej ügye volt, ami volt, kértek volt kiírás, kellett volna a hivatalokon keresztül megkapni. Az én információm az, hogy ezek még nem érkeztek meg. Ha lesz információm, Ambrus Csaba fogok jelezni. Nem én döntök, nem én vagyok a kormány, de fogok jelezni. No, tehát most négy fejűvé vált a prefektúrának a vezetése. Van a prefektus, van az egyik alprefektus, a másik alprefektus, és lesz az új tisztség, a főtitkár. Tehát négy fejű lesz a vezetés, és bízom benne, hogy Hargita megye prefektúrája nem botlasztó, hanem támogató, segítő, közreműködő fél fog maradni, mint ahogy volt az elmúlt egy év, két hónap, 16 napban. És elkészült, köszönöm a kiértékelésben való részvételt a dekoncentrált intézmények tekintetében. Érdekes információk jöttek vissza, és persze most a megesznek a prefektusa is, meg lesz a prefektus is, akkor menjünk, lesz az alsóbb szintre való lépés, és meg kell nézzük, hogy hol melyik hivatal, hogy szolgálja a lakosságot, hol van szükség korrekcióra. Egy dolog, amit itt is el szeretnék mondani, hogy nagyon sokszor halljuk, hogy Hargita megyében, akár a magyar vezetők által vezetett egy-egy intézmény sokszor sokkal jobban betartatja a szabályt, mint mondjuk Brassóban, vagy itt, vagy ott, vagy amott. Ezeket meg kell nézzük. És tényleg most azért, mert valaki magyarként vezető, nem kell jobban féljen, mint az, aki románként vezető. Tehát itt valahol a bátorítás és valahogy a nagyobb felelősségvállalás. Svájc le van véve. Ma este, ma 17 perccel Szász Szabi lehet jönni Svájcba. Úgyhogy ilyen szempontból van ez is, megy, és köszönöm önöknek. És igen, elfogadta a héten a parlament kedden a költségvetést. Sajnos még nem jelent meg a hivatalos közül, legalábbis nem tájékoztattak erről a kollégák. Ha időközben megjelent, akkor megint ide majd alul be fogom írni, hogy elnézést. És lássuk, hogy hogy van, mert jó és rossz hírek is vannak benne, úgyhogy majd jövő héten fogom elemezni a költségvetést. Úgyhogy, de ellenben egy dolog, itt apropó Szabó Zsolt lehetséges prefektus és a román nyelv oktatása. Hargita megye tanácsa a román nyelv oktatása ügyében, nem tudom, hogyha emlékeznek önök, volt egy miniszter, aki a miattunk mondott le a miniszterségéről, mert Csíkszentdomokoson megbántotta a fiataljainkat, a gyerekeinket, és a sajtó nyilvánosság előtt alázta meg az ottanittól tanárokat, illetve diákokat. Mi akkor a diszkrimináció ellenes tanácshoz fordultunk, és én hát köszönöm is, hogy Kelemen Unor szövetségének is, hogy ő is kért, tehát hogy ő adta a hangot, mert hogy akkor le kell mondania a miniszternek, és az akkori beszedés kormány, nem voltam kormányon, de leváltotta. De igazából a román nyelv oktatása nem új keletű. Tehát az a román nyelv oktatása is arra fektetett hangsúly, Hargita megye tanácsánál, ez most már sok évre nyúlik vissza. Tehát nem most találtuk fel a spanyol viaszt. A román nyelv oktatása ügyében munkacsoportunk dolgozik, most már lassan 10 éve. Az elmúlt 10 évben rengeteg pénzt költöttünk, nem egy milliót, több milliót költöttünk a román nyelv oktatására, és a Sapienzia Egyetem
kutatóival, tanáraival, illetve azokkal a román szakos tanárokkal, akik akár sajátos módon újszerűen tanítják, vagy próbálták tanítani, próbálják tanítani a román nyelvnek az elsajátítását. Sok év együtt dolgozunk, táborok, képzések, segédanyagok, kiadványok, rengeteg-rengeteg dolog történt. És én annak örvendek, hogy most látom, sokan örvendenek annak, hogyha van egy ilyen ötlet, hogy a román nyelv elsajátítására fordítsunk forrást. Igen, sok ilyen projektünk van, amikor, aminek az elején általában meglettünk szidva, ellettünk marasztalva, sőt, mi több, akár politikailag is számon voltunk kérve, hogy mi foglalkozunk ezzel, ilyen volt a román nyelvnek ügye is. De mi odáig elmentünk, hogy ma már több perünk van az Oktatási Minisztériummal, és köszönöm Asztalos Csabának, hogy minden alkalommal a diszkrimináció ellenes tanács mellettünk döntött, és önök jól tudják, az érettségi, az oktatás, a tananyag, egy sor-sor dologgal, és nem, az elején mindenki próbálta megmagyarázni, hogy ha lesz egy csicsás tankönyv, olyan szép, magyar emberek által írt román tankönyv, akkor attól meg lehet tanulni az anyagot. De nem lehet megtanulni. Tehát ez be van bizonyítva, hogyha meg kell tanulni minden verset, minden archaizmust, mindent, ami benne van a román nyelv és irodalom tananyagban, akkor mikor fognak a gyerekek megtanulni románul? És odáig elmentünk, és itt köszönöm Szabó Irén korábbi államtitkárasszonynak, ma szenátor Szilágy megyéből, hogy a román szakos minisztériumi főinspektorral meg tudtunk egyezni, szét kéne választani. Tehát kéne legyen román nyelv és irodalom, a minimális tudással, ami kell ahhoz, hogy ebben az országban az ország, tehát az államnak a nyelve, nyelvtana, az irodalma, a román irodalom, ugye, hogy nekünk is, hogy Petőfi, Adi, stb. Azt gondolom, hogy Magyarországon, aki ott él, mindenki kell ismerje őket, és ezt gondolom, hogy Romániában is ez helyes. Ellenben lehet, itt nem kell a teljes mesdje, hanem egy szűkebb mesdje, és mellette kéne a kommunikáció. Tehát kéne legyen egy olyan tananyag, amelyik a román kommunikáció, a román nyelvnek az elsajátítása. És erre kérde hívok mindenkit, hogy ha már ezelőtt 5-6-7 évvel le voltunk úgymond blamálva, és meg voltunk szidva, és mindenki elmondta, hogy mit foglalkozik Hargita megye tanácsa ilyen dolgokkal, ezt szeretném mondani, hogy ahhoz képest van haladat, és meg szeretném köszönni Ferenc Salamon Alpárnak, az összes kollégámnak, aki ezen dolgozik, egy mondom széleskörű munkacsoport, és megyünk előre ilyen szempontból. Svájc, mondom, Szabó Szilárd le van véve, 22 perccel, és orvosi ügyben megyünk Magyarországra. Igen, tehát kedves Zsuzsának mondom, a DSZP-nél megtalálja, hogy tud kérni felmentést, és László Bélának szeretném mondani, hogy munkahelyekről szívesen csináljunk egy beszélgetést, megkérem, ön is kapcsolódjon be. Én egyet tudok mondani, hogy nagyon sok lehetőség van, illetve a szakképzésre kell fektetni hangsúlyt, és ott, ahol nem megy a dolog, a felnőtt átképzés. Tehát ezt látjuk mi egy nagy lehet, ezen dolgozunk, illetve próbálunk újabb munkahelyek létrehozása érdekében európai uniós forrásokat behozni, fejlesztéseket végezni, és ezek mind-mind-mind munkahelyteremtő hatással bírnak. Úgyhogy erről szívesen tudunk beszélgetni. És igen, itt Kerekes Editnek mondom, hogy sajnos a csontvázak egyike, amit én most így hiába, hogy eddig is én voltam megyei tanácselnök, csak nem foglalkoztam direktbe ezzel az útszakasszal, de ennek az Európai Uniós útnak, és láttam az udvarhelyszéki infón is, többen jelezték, hogy milyen gödrös, stb. Azt válaszoltam vissza, tehát ugye itt a Városfalva, Dája, Égei, Ásfalva, Kányád, illetve Kányád, Petek, és Kányád, Miklósfalva, Ócfalva útszakaszról van szó, közel 50 kilométerről, hogy sajnos nem volt ez úgy ügykezelve, hogy ma már a múlté legyen ez a probléma, lehetett volna, és ennek vannak tanúságai, ezeket nem szabad elfelejtsük. De azt tudom elmondani, hogy kedden lesz ítélethirdetés a fellebezés tekintetében, hisz az egyik cég a nyertes céget beperelte, és bízom benne, hogy
nekünk lesz igazunk, és meg tudjuk kötni a szerződést. Úgyhogy ha kedden, tehát 9-én nem halaszt a Marosvásárhelyi ítélőtábla, akkor következő kedden bízom benne, hogy meg tudjuk kötni a szerződést. Most elkezdtük a közbeszerzést párhuzamosan a munkálatfelügyelőre, és én szeretném, hogyha már tovább nem kellene karban tartsuk ezt az útszakaszt. És ugyancsak ilyen csontváz a hulladékgazdálkodási programunk, bárki bármit mond, ezzel sem tudtunk úgy haladni, hogy kellett volna, és van tanulság, bízom benne, Ince Csongor megyemenedzser lépni fog. Levente Lőrincnek valamiért vidám, de ha megírja, azt megköszönném. Jó, a jövő héten, hát, apropó, hétfő. Tehát minden kedves hölgy követőnek, nézőnek, akár aki pozitívan lájkol, vagy kevésbé, mindenkinek szeretnék, tehát mindenkit Isten éltessen, és tényleg a március 8 az egy olyan nap, amit ajánlok mindenkinek, hogy figyeljenek oda. Főleg itt a férfi kollégákról beszélgetek, és hát ezt a tulipánt ajánlom mindenkinek, aki követi, vagy meg fogja nézni ezt a kis videót, és hát egy nyugodt március 8-át mindenkinek. Persze 8-án hétfőn azért még mielőtt lesz foglalkozás, lesznek teendők, amelyinnél készítsük elő a költségvetést. A héten szorvány témában fogunk beszélgetni, illetve a héten lesz a központi fejlesztési régiónak a gyűlés, amit én fogok vezetni, és beszélgetünk az EU-s pénzekről. Külön meg szeretném köszönni az udvarhelyszéki polgármestereknek, hogy számítanak a jelenlétemre az udvarhelyszéki csütörtökön tartandó polgármester találkozón. Kiemeltem Bíró Barna Botont udvarhelyszéki elnöknek. Azt gondolom, hogy ez a megye ez egy, és nem lehet elbújni, nem lehet kerteket felemelni. Én bízom benne, hogy mindhárom térség polgármestereivel tudunk nagyon intenzíven az elkövetkező napokban egyeztetni, hogy az a pénz, ami van az országos költségvetésből visszaosztásra, a legjobb helyre kerüljön vissza a településekre. Egy dolgot el szeretnék mondani, hogy egyeztetés nélkül nem lesz pénz visszaosztás. Tehát ezt mindenkit kérek, hogy vegye nagyon komolyan. Tehát én csak úgy, hogy valaki jön egy papírral és menjen a pénz, nem. Tehát igyekszek mindenkit megkeresni, mindenkivel egyeztetni, hisz a közvetlenül kapott mandátum kötelez. És arra kérem a polgármestereket, hogy dacból, vagy bármilyen egyéb politikai megfontoltságból megpróbáljanak falat építeni, mert azzal a településüket egyáltalán nem szolgálják. És én azt mondtam, hogy a megyei tanács elnökként, ha közigazgatásról van szó, az egy megye. Ha politika, akkor három. De azt gondolom azt, hogy valahol szakadva a tető, az nem politika. Ha valahol a híd le van szakadva, az nem politika. Valahol egy Európai Uniós pályázathoz kell valamennyi önrész, ez nem politika. Tehát értsék meg, ez közigazgatás. És a közigazgatást aként kell kezelni. Jó. A héten várjuk továbbra is, több űrlapunk van, amiben kérjük a segítségüket, hogy kapjunk információkat, és tényleg a gazdaság élénkítés, a fiataloknak a helyzete, tehát ezek a legnagyobb kihívások, amikkel foglalkozunk. És látom, hogy nem jött újabb, legalábbis nem látok újabb kérdést, utolsó Gecő Margit, akit én látok. Én tényleg arra kérek mindenkit, hogy tartsuk a kapcsolatot, beszélgessünk, és a településeket akkor elmondom még egyszer, jó? Zárásként Vitus Etelkának. Csíkpálfalva, Salamás, Székelykeresztúr, Galócás, Farkaslaka, Gyergyóvárhegy és Csomafalva, illetve Csíkrákos, ez a kettő pedig piros. Én meg szeretném köszönni mindenkinek, hogy itt voltak és követtek. Azt szeretném elmondani, hogy egy eredményekben gazdag hetet kívánok mindannyiuknak, és az a kérésem, hogy még írjanak. Látják, itt a hét folyamán is még válaszolok
válaszolunk minden felvetésre. És hát biztassuk egymást, és hiszem azt, hogy eredményeket tudunk elérni ezen a héten is. A viszontlátásra és egy nyugodt éjszakát mindenkinek!